Micsoda hétvége volt ez, Lökler a sor végéről indult, Alonso viszont visszatért az elsőbe, Hamilton pedig a dobogóra. No de ne ennyire előre. Sziasztok, én Ádám vagyok, és a mai Forma egyszer egy videóban a kanadai hétvége eseményeit és a véleményemet foglalom össze, röviden. Vágjunk is bele! Az az igazság, hogy a hétvégém elég pörgősre sikerült, amit némi esküvő látogatás és egy kis utazás is tarkított, így nyomokban sikerült csak élőben követnem az F1-et, emiatt is érkezett csak ilyen későn ez a videó, de ezen a hétvégén sikerült kipróbálnom, milyen az, ha futam egy részét, csak hallgatom, és jelentem, még így is vállalható, persze utána, amit lehetett bepótoltam felvételről. A szabadedzések igazi izgalmai most nem a pályán zajlottak, a hétvége előtt az FIA ugyanis új direktívát adott ki a delfinezés kapcsán, ami miatt szépen egymásnak is mentek a csapatok vezetői. A Red Bull és a Ferrari azzal vádolta meg a Mercit, hogy előbb értesültek a direktíváról, ezért tudtak már a szabadedzésre új padlólemez felfüggesztés szállítani, a Merci pedig álságosnak nevezte a másik két csapat vezetőit, akik csak a saját érdekeiket figyelik. De gonoszak. A direktívát legerősebben egyébként a Ferrari támadta, ami érthető is, hiszen ők bukhatnak hatalmasat azzal, ha lassulniuk kell a delfinezés miatt. A ferrari viszont nem ez volt a legnagyobb problémája a hétvégén Löklernél, előbb megpróbálták a legkisebb veszteséggel megoldani a bakui motor probléma orvoslását, de végül ez nem jött össze, és minden cserélni kellett a monakói erőforrása környékén, így biztossá vált, hogy a sor végére kerül vasárnap. De volt egy nagy visszatérő is a szabadedzések során, visszatért ugyanis a kedvenc kanadai mormotánk, aki nem kicsit volt merész, hogy az autó között rohangázott. Nem csak a mormotától kellett támmerészség a hétvége során, ugyanis szombatra leszakadt az ég Montreában, így a kvalinak extrém esős gumikon vágtak neki a versenyzők. A Q1-nek hatalmas reményekkel vágtak neki az Aston Martinok, de végül itt véget is ért az időmérő a számukra, a Q2-ben pedig Albon és Perez koccolta le a falat, viszont a két ház a Q3-ig repült. Az utolsó felvonásban pedig Russell húzott egy mormotásat, amikor felrakta a száraz keveréket, de pehére a mormota tovább jutott, se baj, egy próbát megért. Sainz ismét lecsúszott élet első poljáról, de így is lett egy spanyol az első sorban, az viszont hatalmas meglepetésre, alonzó volt. A versenyre nyoma sem volt az előző napi esőnek, így végig száraz körülmények közt ment a futam. Perez korán kiesett technikai hiba miatt, és ez el is hozta a futam első virtuális biztonsági autós fázisát, most fordított felállás volt viszont taktikai szempontból a Bakúhoz képest, Ferstappen jött kereket cserélni, a Ferrari-val viszont nem hozták. Bár a házok fantasztikus rajtot vettek, és én ismét rettentően szorítottam egy sumi pontszerzésért, de sajnos megállt alatta is az autó. Ez hozta el a második virtuális safety szakaszt, ahol már Sainz is kereket cserélhetett, és izgalmas taktikai párbaj kezdett kibontakozni, hiszen 12 körrel frissebb gumiai voltak a spanyolnak, mint a holland lovasnak. Ezt az egészet csak tetézte, hogy a Red Bull elkalkulálta magát, és first második cseréjénél nem ért vissza Hamilton elé a kiállás után. Közben Lökler szépen magát előre, bár nála nem igazán találta el a Ferrari az ideális stratégiát, és a monakoi sokat szenvedett a kopott gumikon, de a verseny végére mégis a maximumot hozta ki, az utolsó soros indulásából, és bejött a mercik mögé. A verseny végelőtt előtt 21 körrel aztán Cunod a falba tette az Alfa Tauriát, ami hozott egy biztonsági autós szakaszt, és a ferrari már dörzsölték is a tenyerüket a stratégák, hiszen Sainz így zsírúj gumikra válthatott, és a kerékcserével járó veszteséget elmosta a safety car, mi pedig azért dörzsölhettük a tenyerünket, mert ez potenciálisan 16 izgalmas kerék a kerék elleni csatát hozó kört jelentett. Volna. Szóval Ottáczánc élet első győzelmének a kapujában minden adott volt, hogy át is lépjen rajta. Egy hatalmas problémája akadt csak, hogy amikor félszegen megkérdezte a hatalmas holland kidobó embert, hogy Beléphetek rajta? Az csak annyit mondott, hogy nem. Szóval inkább el is engedte az egészet. Nagyon nagy szükség lett volna a ferrari ezen a hétvégén Sainz kiemelkedő teljesítményére, de úgy festő még mindig nincs ott fejben, hogy az első kockával induljon, vagy hogy a dobogó tetejére álljon. Amivel nincs is nagy baj, ha a monakói csapattársa foglalja el ezeket a pozíciókat, de amikor a világbajnokságot majdnem kettő futamgyőzelemnyi ponttal vezető Ferstappen van ott, akkor ez hatalmas érvágás a vörösöknek. Bár még a szezon felénél sem járunk, de mind Sainznak, mind a Ferrari-nak össze kell szednie magát, ha vissza akarnak térni a világbajnokság esélyesei közé, mert jelenleg úgy néz ki, hogy Leclerc legnagyobb ellenfele nem Verstappen, hanem a csapata és olyka saját maga. Érdemes még megemlíteni alonso is, akinek szintén a csapata keserítette meg az életét, erősen hangot is adott ennek a spanyol, értelmszerűen a második rajtkockából többre számított. A Merci előtt pedig érdemes megemelni a virtuális kalapunkat, hiszen az idei évben megszokott módon, ha a Ferrari-Red Bull párosból legalább két kieső vagy hátracsúszó van, akkor a Mercik nem restek lecsapni a dobogó felszabaduló fokára. Ez a megtiszteltetés most Hamiltont érte, aki teljesen megérdemelten állhatott fel a pódiumra, hiszen nagyon jó versenyt futott. Írjátok meg kommentben, hogy egy ötös kellenti hányasra osztályoznátok a hétvégét. Szerintem mind a kvali, mind a futam tartogatott bőven izgalmakat, így nálam ez egy négyes. Aztán like, feliratkozás, meg csengő, mert a hétvégén találkozunk. Na szevasztok!